Elhiszem, hogy jók ezek a termékek, de egy átlag négy tagú család nem engedheti meg magának azt a dózist, amit én szoktam ajánlani. Nevem Bojtos Zoltán, és 2011 óta foglalkozom ganoterápiával. Elismerem valóban, hogy ha azt a dózist szedné négy ember, amit én javaslok, az bőven 100 000 forint fölötti összeg lenne havonta. De én azt gondolom, hogy ez egy picit olyan, mint a maga az élet. Tehát amikor az ember 20 évesen elvégzi az iskoláit, lesz egy állása, kirepül otthonról, lehet, hogy össze kell, hogy költözön a haverjával, vagy a barátnőjével, egy kis lakásba, egy bérlakásba, és akkor onnan egyre nagyobb, egyre jobban fog állni anyagilag, egyre többet spórol, dolgozik sokat, stb. Stb. És mondjuk 50 évesen eljut oda, hogy van egy szép nagy háza, ami már ki van fizetve, van esetleg egy nyaralója, vagy egy jachtja, vagy nem tudom én micsoda, eltéve, hogyha egy olyan országba született, vagy vándorolt ki, ahol ez az átlagos életpálya modell. Nem biztos, hogy mindenki ilyen országba született. Tehát ott se úgy kezdődik, hogy 20 évesen megveszi a nagyházat, meg a jachtot, meg a nyaralót, hanem kis lépésekkel. Ezt ugyanúgy lehet csinálni, az, amit én mondok, hogy akkor először mindenki csak mondjuk egy kapszulányi GL-t, vagy RG-t, vagy két szem spirulinát fogyaszt, és fokozatosan jut el oda, hogy többet engedhet meg magának, és nem feltétlenül azért, mert jobb állásba kerül, és több lesz a fizetése, hanem ebbe az egész dologba bele van téve az a kis pici kis kapu, hogy ha valami nekem bevált, nyilván én nem kívánom senkitől azt, hogy mondjon valami jót egy olyan dologról, amit nem is ismer, mert az nem működik csak a színészeknek, de hogyha már tapasztaltam valamit, hogy ez nekem jó volt, akkor miért nem meséljem el valaki másnak? Aztán ő majd eldönti, hogy ő is szeretné azt a jót, vagy nem szeretné. Soha nem szabad szerintem senkire erőltetni semmit, és én tényleg ragaszkodom ahhoz a joghoz, hogy tényleg hagyd döntsük már rá valamennyien, hogy mit akarunk az egészségünkkel kezdeni, akarunk-e tenni érte valamit, vagy megvárjuk, amíg nagy lesz a baj, azt utána vagy lesz pénzünk rá, hogy kihúzzuk magunkat a saját hajunknál fogva a mocsárból, vagy nem lesz. Mindenki döntse el saját maga. De ha ezt megteszed, és végül is minden adott pillanatban, amikor találkozol valakivel, aki segítségre szorul, akkor ezt felajánlod neki, hogy figyelj, van egy ilyen dolog, ami esetleg neked segítene, akkor eljuthatsz arra a szintre, ahol már én is tartok, hogy nekünk már nem kerül ez pénzbe, és nem is csak azt a dózist engedhetjük meg magunknak, amit én szoktam általában ajánlani, hanem annak, hát szerintem a dupláját már. És ez az, amit a magyar emberek nem szoktak figyelembe venni. Pedig, ahogy én hallom, Ausztriában élve ugye nem konfrontálódok folyamatosan a magyar állapotokkal, de azt hallom, hogy az egészségügy Magyarországon egyre rosszabb színvonalú, egyre kevesebb ember találja meg ott a gyógyulást. Sokan mondják, hogy ha van pénzed magánrendelőre vagy magánorvoshoz menni, akkor még jó működik a dolog. De ha nincsen, akkor bajba vagy. És itt van a lehetőség például a ganoterápiával, hogyha valaki előre gondolkodik, akkor picike kis lépésekkel, és úgy, hogy te saját magadnak leszel a társadalom biztosítása, hogy te biztosítod saját magadnak azt, hogy valaki fizesse ki azt a terméket, amit fogyasztasz, ami a te egészségedet karban tartja és rendben tartja. Ne felejtsük el, ez egy lehetőség, nem kell vele élni, de gondolj vele, hogyha azon gondolkozol, hogy ki kéne próbálni azt, amit ez a kopasz ember ebben a videóban ajánl.